Hi, I'm Barney from Half-Life. So, any true gamer has a soft spot in their heart for the old, cheesy 8-bit days. Now, I heard these guys at Signfix are taking awesome movies like Anchorman, Blade Runner, and Kick-Ass, and imagining them in 8-bit games. You got to see this. Come on, that had to put a smile on your face. Click here right now to subscribe and watch the whole series. And leave a comment with the 8-bit movie you want to see. Welcome to the real world. Ah, de jó, hogy nem kell abba a szarszagú Black Mesa-ba többet bolyongani. Norbi, Breko, itt vagy? Igen, itt vagyok. Teljes mértékben. Te nem Norbi vagy, ki vagy, mutatkozz be. Á, te Alexovics, hát te mit keresél itt, szávasz, hogy vagy? Hát erre jártam aztán. Szávasz, hát berég beszélni. Benéztem az ablakon. Mikor a nevedet meghallom, mindig a tojásfasz jut az eszembe. Elege van Pearl Harborből? Hát itt a megoldás, a rolli tojásfasz. Legyen itt kőszít. Nagyon jól összehoztad, öcsém. Utána előre kimentünk Play IT-ra, és az emberek így köszöntek. Azt elhiszem, 104 egységem. Aki nem látta ezt a videót, az meg ott nézett, hogy ki ez a hülye. Kiszedek itt egy Sentrigant. Uff. Dir dur. Mondd csak, mennyire vagy barátságban az FPS játékokkal? Jól, jól. Mondjál nekem párat a legkedvesebb játékaidból. Payday 2. Az minek a rövidítése? A Payday 2-nek. Jó, úgy értettem, Payday 2, bocsánat. Payday, mint fizetés. Erről már csináltál egy gameplay videót, nem? Igen, sokat. Sok van. Surface Tension. Hálózati feszültség. Azt vágod, hogy itt valahol ilyen szikretek vannak ajtók mögött? Ja, itt van egy úszka gyerek. Be kell írni, hogy 1-2-3, hogyha találsz padot, hogy be lehet írni számokat. Egy pillanat, de mindjárt megdöglök ólomérgezésbe. Be kell szednem a bakákat, mert nagyon rám van a cuppamba. Hoppá, bocsánat, hogy alágyújtottam. Ezt is már kis kanálra szedik össze. Dir dur. Tartsd egy kicsit, mert túl sok itt a hurka. Várjál, itt a zsoldosok megpróbálnak leszedni. Na, aztán milyen videókat csinálsz mostanában, milyen műfajban tevékenykedsz? Most csináltam egy nagyon hasonlót, mint a tojásfasz. Csak gázkamra lett belőle. Kamrát hirdetsz a videóban, vagy mit? Igen, tehát nem tojásfasz, hanem totál gáz. Totál sauna volt eredetileg, aztán lett belőle totál gázkamra, úgyhogy. Totál gázkamra, nagyon jó. Ez mikor töltötted fel? Hát két napja. Na. Majd megnézem. Fú, itt sajnos, vagyok egy... Aha, mondd csak. Sajnos nem sikerül olyan jókat csinálni, mint a tojásfasz. Hát igen. Nehéz megismételni. Nehéz megismételni az én videókat, ezt már én is észrevettem. Hogy... Az igazán jól sikerült darabokat nehéz megismételni. Ha egy jó ötlet hirtelen jön, vagy jókor van időzítve, akkor még oké, de néha az ember sokat akar, és mégse sikerül. Nem? Igen, az olyan nagyon spontán jött. Az kérlek szépen, az úgy volt, hogy másnap kölcsön kellett adnom rokonnak a mikrofont, de nem volt videóm már 2-3 napja. És akkor mondtam, hogy akkor gyorsan kéne valamit este csinálni, és semmilyen ötletem nem volt. És akkor megláttam, valaki elküldte nekem ezt, hogy úristen, mik vannak. És akkor tiszi, hát mondom, én is nagyot néztem rajta altán. De figyelj csak, cápák ellen mit ajánlasz? Cápák ellen? Aha, itt egy nagy cápa Charitont. Alattam, Charidon, jó. Dagolj meg, te cápeti! Hú, na, megvan a vacsorám. 220 kiló cápa. Huszony. Zsír, ezt is lenyírtam. Jól van.
Nagy levegő, mit alá megyünk. Amúgy velem is ez van, mindig egyébként, mikor filmet nézek, hogy valami, és van egy ilyen jelenet, akkor én is mindig visszatartam a lényeget. Hú, majdnem itt maradtam. Na ja, de én konkrétan benne is vagyok a játékban. És nekem tényleg vissza kell tartanom a lélegzetemet, hiszen... Igen, mert akkor nem lenne olyan reális. Wow, na hát ezt is megcsináltuk. Egy nagyon nagy sziklatömbön kell mindjárt felmásznom. Új-Mexikó valami eldugott területén vagyunk. Lássuk csak, már lehet itt kijutni. Aztán hogy telt a nyár? Merre voltál? Voltál, jártál ilyen összejöveteleken, vagy nem tudom? Hát... Tekes egy eseményen. Nem a kommandósra gondolok. Azon kívül nem. Nem, wow. nem volt egy mozgalmas nyár, de sütött a nap. Annak örültem. Na, nagyon jó. Figyelj csak, ilyen Apache helikopterre mit ajánlasz? Robitussint. Az a reklám annyira ergya. Nem tudom, te láttad egyébként. Ja, az a köhögése, ugye? Igen, igen. Hát annyira kedvem támadt fejbe könyökölni a producereket, hogy... Wow. Egyszer csak támadt egy pupa homokon. De hogy egy csirke. Csirke! Csirke! Wow, mekkora levendula. Mi parkodjál vissza? Jó! Itt vagyok egy sivatagba és egy böszme nagy helikopter kísér utamon. Közben pedig egy ilyen csáp a semmi sivatag közepén karmolászik egy hatalmas hosszú zöld csáp. Úgy hívják, hogy tentacle. Tentacle, azt hiszem jól mondom. Nagyon nehéz kinyírni. Gyakorlatilag nem lehet kinyírni. Tentacle vagy tentacle. Aha. Oh. Na. Jó van, most nem lehet arról cikálni. Majd itt tankiósanak. Hú. Jól van, haladjunk. Jaj, ne aknák. Nincs nálad egy tojásfasz, megdobálom hát a kiderül. Helikopter még mindig rá akar szedni. Komolyan, való életben sose kerüljek ilyen helyzetbe. Hát pedig eléggé valószínű. Hát szerintem is holnap tuti meg nincsenek. Nyarákat. Egyszer csak mészerted a kisboltba. Nem, megveszem a kis húzdek a parizert, meg a fél kiló kenyeremet, aztán kint meg egy ilyen hatlövetű. Két propelleres katonai harci gép állja az utamat. Hú, na most ne lépjek aknára. Van rá egy papucs? Hát, abban nem fog menni. Egy elaknásított sivatagi terepen vagyok. És csirkék jönnek ki a földből. Na, hiha! Egyszerű. Ez mint a Kocsonya Fesztivál. Tisztára. Hú. Most tudok én átugrani. Mentek egyet, ezért tudod, kell az életbiztosítás. Veled is gyakran történik meg, hogy aknom ezen találd magad? Persze, tegnap délután is. Ó, meg vagyunk. Sikerült, csak éppen kurvára zárva van a fedél. A rohadt életbe. Nem tudok lemenni a sivatagi. Van egy ilyen sivatagi... ilyen csapóajtó. És ki kéne nyitnom, mert különben nem tudok átmenni. Valahol kellettem lenni egy... Mi, megpörkölt egy akna és észre se vettem? Na hát ez is csak a játékban lehet. Ó, nem láttál még engem. Ez egy kis fáziskésésem volt, de nem baj, még meg vagyok. Jól van, levendul a barátunk, még megvan, ágaskodik, mint remete fasz a hóban.
Menjünk csak vissza, keressük meg ezt a... ezt a csapot. Hol a rákba van? Valamit nagyon elhagytam. Jó van, Pempikém. Hő, hol a rákba lehet? Na, addig mesélj valamit. Ó, meg vagyunk. Meséljek valamit? Hány videót készítesz egy nap? Egyet vagy egyet sem? Egy nap, kérlek szépen 228 darab videót töltök fel. És abból hány éri meg a felnőtt kort? Egy. És ilyen mindennapi eseményekről, vagy ilyen... hát, vagy ami eszembe jut. Aha. Volt most egy eseményjáték. Aha. Te csinálod a rajongóidnak? Hát, tam. Aha. Csináltam, az lecsengett szerencsére, soha többet nem akarok nyeremény játékot. Igen, hát, ja. Aki már csinált egyszer, te már csinált a nyeremény játékot? Aha, már párszor, ja. Folyamatosan. Ki és belépek ilyen nyeremény játékokba. Legutóbb csoki faszt lehetett nyerni, és nekem kellett megcsinálnom. Nem tudtam sehol se venni. Úgyhogy ilyen félig ilyen teljesítetetlen nyeremény játék. Akkor... de inkább ilyen pólókat szoktak nálam nyerni, vagy ilyen dedikált aláírást, mulatós céréket, kék a temét, amit akarsz. Kék a temét? Abból én is kérdezem. Hol vetted? Csináltam. Csináltad a kék a temét? Uh-huh. Ja. Hát most már annyit összemixáltam, most már egy pár céré kijön egy ilyen platina lemezre, tudod. Ja, ott lenne a falon. Na ja. Ah. Megúsztam. Végre. Hála Isten, vége. Vége van a csoki helikopternek. Éppen csövezek egy betonalagútban. Elől-hátul poloskák, dizegnek. Nagyon jó. Otthon, édes otthon. Mondd csak, valami különleges recepted van mai napra, vacsorára? Van. Hogyne lenne? És még pedig? Kérlek szépen szarkalábat akartam csinálni. Wow, honnan fogtad? A tóból. Tóból? Nagyon jó. Tóból. Ez ilyen vízi szarka volt? Vízi szarka, hát száraz felét még nem láttam. Azt a rohadt kékes tető, itt vagyok a Mátrába. Képzeld el, hogy magad előtt semmi. Csak az óceán, vagyis a patak. Hogy mi az Isten, ez folyó, mindegy. Egy nagy semmi, egy nagy horizontot látok magam előtt, és kiléphetek a semmibe, egy meredek sziklafalon találom magam. A sosem árt. A sosem árt, és még egy automatizált fegyver is bemért között, közben meg 5% életem van a 100-ból. Nagyon jó. Jó az esélyeim. Erre mondják, hogy győztes helyzet. Teljesen. Penge Pákó lelke olvjon meg minket. Azt tudom, honnan lő. A rohadt anyját, és 2 HP. Márra mentek egyet, és iszok egy kis fröccsöt. És ilyen gyorsan lement a fröccs? Ja, ez ilyen kis fröccs volt. Hogy a francba fogok itt lejúzni? A feles pohár, fele bor, fele szóda. Mondd még egyszer. Mikrofröccs. Igen? Az milyen? Hát, hogy a feles pohárban a fele szóda, a fele bor. Ja, értem. Várj, leengedik itt egy ilyen kis... ne simd meg az ujjam! Leengedek egy ilyen kis izét, kis morzsit. Ne, arra megy morzsi. Köszönöm. Pontosan gondolkodtam. Milliókat lehetne vele keresni. A micsodával? Fröccs nano. Ah. Ja, meg fröccs mini. Ezek ilyen hány centiliteres kivitelekbe gondolkodsz? Nem tudom, de legyen rajtuk egy alma, és akkor... Ja igen, az Apple. iFridge Nano. Ja. Nagyon jó. Borzasztóan jó, látod? Így kell jó marketinges fejjel gondolkodni. Hát látjuk, hogy már egyszer bejött. Lehetne nekem is egy ilyen videó elé megdobná a mély nézettségemet. iPaco. iPaco, ja. És iPaco Nano. Nagyon jó. iPaco Nano harmadik rész. Szürke cigány! Köszönjük szépen. Csuk be, köszi. Édesanyánk bekopogott.
Nem baj, ez is a show része. Ahhoz a videóban sose várt. A rohadt gránátalma. Ez a naponta kijön körülbelül 20-25 játék, tehát régihez képest. Na, hát nagyon leadták. Régebben nekünk volt Tetris, Tamagotchi, szőke cigány. Szőke cigány! Persze, várd már az 16-szoros ilyesimításon akadt, tehát... Ja. Legalábbis nekem nem volt olyan jó agyam hozzá, hogy fel tudja dolgozni. Na várjál, beengedek egy bodrit ennek a fasznak, mert itten sörétesen állam ki, kicsipkézi a valagamat. Ráküldtem egy falkát, egy fél alom kutyát. Mi folyik itt, gyöngyösör? Fél alom kutyát? Fél alom kutya, az 3 darab. Jaj, nem. Annyi elfér egy tálcán. Nem igazából, a háti szatyromban van. Ja, akkor nem szóltam. Fú, na jó van, itt most megállok. Ezek egy szendvicset, sziasztok. Köszönjük Alexovicsnak, hogy részt vett. Juhuuu!